Talma a 8. literesek királya. 81 májusában született, 4 évesen már húzta a gázt. Egy az édesapja által készített kis motorral száguldozott. Gyermekkorában kipróbálta a karatét, a thaiboxot, a kosárlabdát, és végül a motorozásba szeretett bele igazán. Ezt választotta hivatásának. 97-ben a Hungaroringen az EB futamon már 4. helyezést ért el. Teltek az évek, az ifjú tehetség csak rótta a köröket. Később az Aspartin pilótájaként felért a jéghegy csúcsára. 2007-ben remek teljesítménnyel és kimagasló profizmussal sporttörténelmet írt. Egyedüli magyarként, sőt egyedüli közép-európai versenyzőként világbajnoki címet szerzett a 125 köbcentis géposztályban. Gábor meghosszabbította szerződését jelenlegi csapatával, és maradt ugyanebben a kategóriában. Most már Újbudához is köze van Talmának, ugyanis óriási üdvrivalgás fogadta december 10-én délelőtt a Budai Sport Általános Iskola aulájában. A több száz diák egyszerre skandálta nevét, az aláírásokra váró fényképeket lobogtatva. Az intézményben ugyanis hagyomány, hogy kiváló sportolókról nevezik el tantermeiket. Az iskola egy rövid műsorral fogadta a világbajnokot, akinek már nem volt ideje aláírni a több száz fotót, ezért szavát adta, hogy hamarosan egy dedikált talmaposztert fog küldeni minden BSI sportpalántának. A gyerekek kérdezhettek is a sportolótól, aki őszintén mesélt érzéseiről, életútjáról. Egy kislány például arra volt kíváncsi, Gábor mondta, hogy bizony volt erre már példa. Ilyenkor a családja és a barátai óriási erőt és motivációt jelentettek számára. Egy másik kislány pedig megkérdezte, hogy nem fél-e a kanyarban, amikor bedől a motorjával. Stábunk pedig arra volt kíváncsi, hogy mit jelent számára a sport. Azt gondolom, hogy én is, mivel a motorozást elkezdtem, sokkal előbb érettebb lettem, és komolyabb ember lettem a sport miatt, és bárcsak minden ember sportolhatni, és megtalálni azt a sportot, ami boldogság hormonokat termel, lehet ezt így mondani. És mindenképpen én is az iskolában mindig sporttagozatra jártam, és azt gondolom, hogy azért lettem ilyen ember, mert a sport nevelt. Ez kell ahhoz, hogy az ember világbajnok legyen. Mi arra is kíváncsiak voltunk, hogy miben különbözik ő egy átlagos földi halandótól. Hát talán barátaimat kéne erről megkérdezni, de mindenképpen kitartó vagyok. És tényleg, ahogy a videón is lehetett előbb látni, mert hoztam egy kis filmet ide a fiúknak, lányoknak, hogy sok sportot kipróbáltam, hogy mindenkinek meg kell találni azt, ami fekszik. És régen thaiboxoztam, karatéztam, kosárlabdáztam, de motor soha nem hagytam abban, mert azt éreztem, hogy ebben vagyok én a legjobb. Talma ebben a legjobb. A Budai Sport Általános Iskola pedig abban, hogy igazi olimpikonokat mutat be példaképként a gyerekek számára. De vajon mi lesz, ha elfogynak a termek? Hát 6 terem van még, de ezt a 6 termet arra tartalékoljuk, hogy a Peking olimpián hazajövő olimpikonoknak legyen olyan lehetőségük csapatban vagy egyéniben, akiről elnevezzünk, mert az igazság, hogy itt többféle sportolóról vannak, akik nagyon-nagyon régen, mint Rossi Gyula bácsi, azok, akik mondjuk 20 évvel ezelőtt voltak olimpikonok, és a mai gyerekek mindenképpen jók a mai modellek, a mai példaképek. Éppen ezért mi a Talmácsi Gáborból egy olimpikont csináltuk, hiszen ez az aranysisak is egy olyan Oscar-díj, ami majdnem egy olimpiával ér föl. Én úgy azt hiszem, hogy ő ténylegesen ebben a 17 versenyben, amit ő év vagy egy évben mindenképpen versenyszerűen győztesként próbál megélni, az nagyon-nagyon fölér egy olimpiával. Úgy látszik, nem csak a kiváló sportolóinknak kell felkészülni a pekingi olimpiára, hanem a Budai Sport Általános Iskolának is, hiszen ha ennyiben nincs már több tantermünk, akkor építkezni kell. Bizony itt az ideje az építési terveken gondolkodni. Mert ilyen példaképek mellett hamarosan sok ifjú újbudai olimpikon neve díszíti majd az osztálytermek ajtajait. Tehát hajrá boldogság hormonok!